Szeretettel köszöntöm Bárdos György professzor urat, az Egészségfejlesztési és Sportudományi Intézet alapító igazgatóját, egyetemi tanárt, ő fog ma előadást tartani. Előtte hadd mondjam el, hogy látták a programot, az utolsó alkalom december 6-án az egy ilyen mini konferencia, amelyben az egy éve gyűjtött kérdőívek körül adunk visszajelzést. Szeretnénk meghívni más egyetemeknek azon képviselőit, akik hasonló előadásokat szerveznek. Meghívtuk a pécsieket, és meghívtuk Jászberényi József tanár urat, és reményeink szerint jönnek külföldi előadók is, hogyha valakit érdekel. Nem hosszú, nem hosszan, de azt szeretnénk, hogyha ez egy ilyen ünnepi lezárás lenne. Rektor úr nyitotta meg, és egy konferenciával zárnánk. Ez volt a közérdekű része, most pedig ismét szeretettel köszöntöm Bárdos tanár urat, és felkérem professzor urat előadása megtartására, melynek címe Mi az, hogy tipikusan emberi? Jó napot kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket. Azt gondolom, hogy többekkel a jelenlévő között már korábbi ilyen rendezvényeken találkoztunk, hiszen nem először adok elő a harmadik kor egyetemén, de ha nem, akkor annyit mondanék magamról, hogy én biológus vagyok eredeti képzettségemre, de most már, és a természettudományi karon volt a pályafutásom egy jelentős része, 35 éve dolgoztam ott, és 9 éve vagyok itt a pedagógiai és pszichológiai karon. A korábbi szakmai tevékenységem az ennek egy jelentős része állatkísérletekkel volt kapcsolatos, a mostani munkám pedig inkább emberi vizsgálatokkal, tehát összetalálkoztam ezzel a tipikus problémával, hogy hogyan lehet azokat a dolgokat, amiket az állatkísérletekben találtunk, emberekre vonatkoztatni, vagy fordítva, és innen jött az ötlet, hogy egy kicsit mélyebben elmerüljek a témakörben, és így lett ez az előadás. Ha esetleg valaki véletlenül szokta nézni a Mindenki Akadémiáját az M5-ös televíziónak, és véletlenül összetalálkozott velem, és hallottam már ezt az előadást, azoktól elnézést kérek. Lesz benne olyan elem, ami ott is szerepel, de ennél többet is fogok mondani. Úgy igyekszem, nem tudom pontosan, hogy mennyi időm van? Egy óra? Másfél? Nem úgy, azt tudom, hogy mennyi az idő, csak hogy mennyi időm van előadni. Egy óra? Másfél. Jó, úgy fogom csinálni, hogy maradjon idő a végén arra, hogy kérdezzenek, ha meg megunták, szóljanak, és akkor abba hagyom. Jó, hát akkor hajrá. A kérdéscsoport, amit vizsgálunk, az elég egyértelmű volt számunkra, hogy vajon azonos-e az állat és az ember közötti megkülönböztetés azzal, hogy a test és a lélek között különbséget teszünk. Vagy például, hogy az állati viselkedésnek van-e valami köze az emberi magatartáshoz, hogy mi a kettő között a különbség, arról majd fogunk még beszélni. Az egyik legnagyobb probléma az, hogy megoldható-e a testlélek probléma állatkísérletek segítségével. Ugyanis ugye az egész világon mindenütt végeznek állatkísérleteket, még ma is, bár most már egyre kevesebbet, hiszen az állatvédők nagyon tiltakoznak, de például a gyógyszergyárakban ma is kötelező állatkísérleteket végezni, majd erről is lesz egy kicsit később szó, és hogy az ott alkalmazott állatmodellek vajon alkalmazhatók-e emberekre? Vajon az ott kikísérletezett gyógyszerhatások ugyanúgy működnek-e az emberen? Tehát ez egy nem is olyan nagyon levegőbe vetett kérdés. És az is érdekes, hogy vannak-e olyan tipikusan emberi magatartásformák, jelenségek, amelyek csak az emberekben vannak, és az állatokban nincsenek. Hát ugye a képen látható kollégánk felvetette ezt a kérdést, viselkedés vagy magatartás, mi a kettő között a különbség? Mi azt gondoljuk, hogy ezt a két szót érdemes egymással összehasonlítani. Megjegyzem, hogy más nyelvekben nem feltétlenül van ilyen, hiszen például az angol nyelvben csak egy szó van erre, a behavior, és nincs másik. Az oroszban is csak egy van, pavegyényi, és ott sincs másik. De a magyar az egy differenciáltabb nyelv, ebben van legalább két szó, viselkedés és magatartás, sőt van még a magaviselet, és még néhány más is, amik most nem azonosak ezzel. De ez a kettő, ez olyan, amit meg lehet különböztetni, és ez sokat segít nekünk ezeknek a dolgoknak a megértésében. Ugye a viselkedés, a viselkedésnek általában azt szoktuk mi nevezni, hogy amikor ugye valamilyen helyzetre reagál valahogy valaki, tehát válaszoló, vagy valamihez hozzá kapcsolja a maga véleményét, vagy a maga tevékenységét, és ezzel reagál arra, ami történik, tehát a viselkedés mindig valami kiváltja az emberben. A magatartás az meg inkább egy célzott, szándékos, tudatos vagy tudatközeli előrelátó tevékenység, tehát ehhez ugye fel kell fogni azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, és ott mi minden történhet. Ugye a szót, ezt az utóbbi szót, hogyha szétbontjuk, hiszen ez egy összetett szó, akkor ugye van a maga és van a tartás. Ugye a maga az az, hogy én saját magam, és a tartás az ugye világos. Tehát tulajdonképpen a magatartás szándékos viselkedés. A kérdés az, hogy ez a viselkedésnek egy tipikus emberi formája-e. Fogjuk látni, hogy valószínűleg igen, de nem teljes mértékben. Ha erre a kérdésre megpróbálunk valahogy érdemben válaszolni, és úgy, hogy valamilyen logikája is legyen a dolgoknak, akkor talán az evolúcióval érdemes foglalkozni. Tehát azzal a folyamattal, amelyben az élő lények folyamatosan, fokozatosan kialakultak, lépésről lépésre a földi história során, és ugye azok, amelyek alkalmasak voltak, megmaradtak, amik meg nem voltak alkalmasak, azok meg kiszelektálódtak. Az ember is az evolúció terméke, bármilyen furcsa, és legalábbis bizonyos mértékig, majd látni fogjuk, hogy meddig. A viselkedés, tehát az, hogy hogyan reagál valaki a környezetére, és az ott mit csinál, az bizony tárgya az evolúciónak, tehát lehet jó viselkedni, meg lehet rosszul viselkedni, és akkor ennek megfelelően a szelekciónak is tárgya, amelyik fa jól viselkedik, az marad, amelyik nem viselkedik jól. A jól alatt most nem az emberit kell érteni, hanem hogy a szükségletnek megfelelően az valószínűleg elmúlik. Az egy nehezebb kérdés, és nem is tudunk rá még egész pontosan válaszolni, hogy a magatartás maga célpontja-e az evolúciónak, vagy legalábbis közvetlen célpontja-e. Hát majd meglátjuk, elmélkedünk rajta. Egy dolog biztos, hogy a mai ember kialakulásában két folyamatot lehet tetten érni. A biológiai evolúciót, aminek az ember is tárgya volt, és tárgya még ma is, bár nem olyan nagyon, és az úgynevezett kulturális fejlődést. Na ezt a kettőt világosan meg kell különböztetni, és szét kell választani. A kettő ugyanis messze nem azonos egymással. A következőkben ezt fogjuk egy kicsit boncolgatni, mi a különbség, mi az egyik, mi a másik. A Science című tudományos folyóiratban, ami a világ legmenőbb tudományos folyóiratainak egyike, megjelent 2000 táján egy cikk, vagy lehet egy picit korábban, aminek az volt a címe, hogy kőkorszaki szakik rohangálnak az autópályákon. Ezt nem én találtam ki sajnos, ezt ők mondták, Stone Age Men are running on the highways, ez volt a címe angolul, ami azzal foglalkozott, hogy az a génállomány, ami a mai embert általában jellemzi, az gyakorlatilag nem változott az emberi fejlődésnek az utolsó 10, 15 ezer, 20 ezer, 30 ezer évében, gyakorlatilag ugyanaz a genetikai állományunk, mint az őseinknek volt. Tehát amivel a mai ember több, mint az ősember volt, az nem azért van, mert biológiai evolúció ment keresztül, mert az ez túl rövid idő, majd mindjárt látni fogjuk, hanem mert valami más folyamat zajlott le. Tehát, hogy nagyon konzervatív. Egyetlen olyan dolog van, ami az emberi génállományt megváltoztatja, az pedig az orvosi beavatkozás, ugyanis most már egy csomó olyan rossz gén, ami egyébként korábban nem nagyon szaporodott, mert elhunytak azok, akiknek ilyen volt, azok most már túlélnek. Tehát mondjuk valaki cukorbetegnek születik, az régen egy éves kort se ért meg, ma már meg tudják oldani gyógyszerekkel, és ugye egész életét letöltheti hosszú évtizedekig, vagy évekig, továbbadja a génjét is, ez felszaporodik ez a gén, de sok ilyen kórkép van, a fenilketonúria, meg mondhatnék számtalant. Tehát, de egyébként a génállomány nem nagyon változik, vagy nagyon minimálisan. Na nézzük meg, hogy akkor ez milyen időtávlatokat jelent, és hogy hogyan zajlanak ezek a dolgok. Ha úgy nagyjából feltesszük, hogy egy emberi generáció, mondjuk a mai időszakot nem számítva, körülbelül 25 évre tehető, ugye 25 éves kortáján születtek a gyerekek a régi időkben, hát ma aztán már minden van 12-től 40-ig, erről most nem fogunk beszélgetni, ez most nem a tárgyunk. Tehát, hogyha 25 évre veszünk egy generációt, akkor azóta, hogy Gutenberg kitalálta a könyvi nyomtatást, ugye ezóta hívják a földünket kulturális szempontból Gutenberg galaxisnak, mindössze 26 generáció telt el. Ugye az ember nem gondolná, azt gondolná, hogy hű, az ősök mennyien vannak, egy frászt. Tehát ugye 26 generáció van. Hogyha megnézzük a teljes kultúrhistóriát, tehát az első fennmaradt kultúremlék, beleértve a barlangrajzokat, meg az akármiket, amiből következtetni lehetett, hogy valaki hogy gondolkodott, vagy hogy élt, legfeljebb 400 generáció élt a az egész emberi kultúrhistória alatt, ami ugye nagyon kevés, evolúciós szempontból az semmi, azt mondhatnánk bakfitty, mert hogy ugye ahhoz több ezer generáció kell, hogy jelentős változás történjen a genetikai állományban. Na nézzük ezt egy kicsit részletesebben, remélem önök látják, azt hiszem, hogy lehet igen látni. Ahhoz képest, hogy az evolúció igen lassú, a kulturális fejlődés hihetetlenül gyors. Ugye nézzük meg, hogy a könyvnyomtatást ugye 1445 körül vezették be, ez kb. 550 éve volt, ez mindössze, írd és mond, 22 generáció. Ez baromi kevés. Az ipari forradalom ugye kb. 1800 táján kezdődött, mint durván 200 éve, ez mindössze 8, tessék érteni, 8 generáció. Tehát összesen a 8. elődünk élt már akkor, amikor az ipari forradalom bekövetkezett. A számítógépet ugye a 1940-es években fejlesztették ki az amerikai haditechnikában, ez 70 éve volt, körülbelül ugye ez 2,5 generáció. Hát már a jelenlévők egy része bizonyára akkor tájt született, vagy esetleg már 1-2 éves is volt. Tehát ugye ez már majdnem a mi életünk. De gyakorlatilag mire az kikerült a II. Világháború után a közforgalomba, az már bizony a jelenlévők, engem is beleértve jelenlévők. Én is ülhetnék ott különben, mert már betöltöttem 5 éve a nyugdíjkorhatárt, de hál' Istennek még nem kell ott ülnöm, de szívesen ülnék önökkel egyébként. Az első rendszeres tévéadás Magyarországon körülbelül az 50-es évek második felében indult, ugye azt már én is megértem, sőt, már nem is voltam nagyon gyerek, ugye ez 50 éve volt, ez már 2 generáció. Tehát ugye, ha most a mai életre gondolunk, akkor ez már mi generációnk, és még itt ülünk. Az első még aktatáska méretű hordozható telefont az 1984-es években fejlesztették ki, én láttam ilyen prototípust Amerikában 1984-ben, tehát ugye az mindössze 25 éve volt, 30 éve volt, ez egy generáció. És akkor ugye a pendrive, ez a kis vacak, amit ide bedugtunk az előbb, amiben az előadásomat hoztam, az ugye a 90-es évek vége fele alakult ki, hát ez már csak egy 10 éves távlati, ez már egy fél generáció sincsen, és azóta már mi minden történt, ugye okostelefon, különféle ilyen számítógépes trükkös berendezések, és még mondhatnánk tovább. Ezek mind nagyon picike idők, tehát ugye, hogyha ezt egy kicsit összefoglaljuk, akkor jól látszik ez, hogy ugye a teljes kultúrhistória körülbelül 10 000 év, ez 400 generáció, és akkor fokozatosan csökken, ugye a pendrive az egy harmad generáció mindössze. Ezt már mi nem is nagyon, a mi generációnk már nehezen is fogadja be ezeket az új technikai fejlődéseket, hiszen ezeket mi az életünk nagy részében soha nem láttuk, meg nem is használtuk. Ugye a gyerekek már csak röhögnek. A nagymama csinálj rólam egy fényképet, de kicsim az én telefonommal nem lehet fényképet. Milyen múlt századi telefonod van? Ez az unokám, 8 éves unokám, ugye ő már tiktak kezeli és csinálja, és más világ ez. De hogy ez iszonyatos sebességgel zajlik. Hogy lehetséges ez? Tehát, hogy a biológiai fejlődés és a kultúrhistória fejlődés, kulturális fejlődés között, szándékosan nem mondok evolúciót, nagyon nagy időbeli, sebességbeli különbség van, valahogy az utóbbi sokkal gyorsabb. Hogy lehet ez? Van egy lehetséges magyarázat, az az érdekes, hogy erről az időszakról nem nagyon találtak fosszíliákat, tehát emberi maradványokat, és így nem nagyon lehet pontosan tudni, hogy tényleg így történt-e, főleg olyat nem, amiből ez kiderülne, de hogy valahol azt gondoljuk, hogy az emberi evolúció egy korai szakaszában volt egy hirtelen ugrás az ember fejlődésében, egyszerre hirtelen megnagyobbodott az emberi agykéreg. Tehát sok-sok-sok új idegsejt képződött egy viszonylag nagyon rövid időn belül. Ez egy erős mutáció lehetett, amire van példa egyébként az evolúcióban, olyan is, amit látunk, csak nem ilyen magasabb rendű élőlényeknél. Hirtelen rettenetesen sok agykérgi sejt lett, olyan sok, ami akkor, amikor ezek képződtek, még nem voltak szükségesek. Tehát keletkezett egy felesleg, amit redundanciának hívnak a szaknyelvben, egy olyan felesleg, amit ugyan használtunk, csak nem maximálisan. Tehát ott volt egy óriási nagy tudományos, vagy hogy nem is tudományos, talán nem gondolkodási kapacitás, és ugye a biológiai evolúciót nem focizott, hiszen az nem kellett már ehhez, meg volt minden, és ugye ez a kultúra ugye el volt magában. Itt vannak a méretek, csak hogy lehessen egy picit látni, hogy nagyjából arányosak a rajzoknak a méretei, persze mindezt nagyobba kell elképzelni, illetve hát nem, az önök képernyőjén nem. Tehát, hogy ekkor agyam lenne, akkor marha jó lennék. Még akkora sincsen, mint a macskának. Ezen az ábrán persze. Ugye tessék megnézni, hogy az oposszum, a nyúl, a macska, a makák, ja, tudok mutogatni is. Na, világít? Aha. Tehát ugye ez a csimpánz agya, És ez meg egy emberi agy. Azért tessék megnézni, hogy a csimpánz az a legközelebbi rokonunk, a legértelmesebb majomfajták egyike, különösen a törpe csimpánz. Az agya ugye körülbelül egynegyede, egyötöde vagy egyharmada az emberi agynak. Tehát nagyon-nagyon nagy a kapacitás az emberi agynak, olyan nagy, amit semmilyen más állat nem tud utánozni. Ugye itt ez talán egy reálisabb kép, amelyik jobban mutatja az arányokat, de az emberi agynak sokkal-sokkal nagyobb, mint a csimpánznak az agya. Pedig a csimpánzok, különösen a törpe csimpánzok, a bonobók a legértelmesebb, és az emberhez leginkább hasonló emberszabású majmok, ugye ők tudnak két olyat, amit csak az ember tud rajtuk kívül, mind a kettő természetesen a szexualitással kapcsolatos, mivel mással. Az egyik, hogy ők tudnak szemből szeretkezni, amit rajtunk és rajtuk kívül semmilyen más élőlény nem tud, mindenki csak hátulról. Másrésztről pedig van homoszexualitás, ami szintén sehol máshol nincs, csak az embereknél és a bonobóknál. Ezzel együtt is az emberi agy 4-5-ször nagyobb. Lesznek majd mindjárt méretek is, amikkel jobban lehet majd látni. Természetesen nem csak az agy fejlődött ezzel párhuzamosan, hanem a koponya mérete is. Ez ugyan valami biológiai fejlődés, még tehát ez lehetővé tette az agynak a fejlődését. Ugye 3,5 millió évvel ezelőtt körülbelül 600 köbcentiméter volt az ember szabásúak agya, és ugye ma az emberi koponyának, vagy koponyája, bocsánat, az emberi koponya körülbelül 1400 köbcentiméter, tehát az ugye 1,5 liter közelében van. Az embernek a fejlődése, vagy evolúciója, ha úgy akarjuk, látható ezen a dián. Tehát ezek azok az előemberek, illetve emberelődők, akik a ma fejlődött, vagy ma élő és egyetlennek tekintett emberi faj, a Homo sapiens sapiens, tehát az értelmes ember értelmes faja, amelynek kb. 1400 köbcentiméter ugye az agymérete. Ehhez képest lehet látni, hogy mondjuk a Rudapithecus, ez az az előember, amelyiknek a maradványai ugye Rudabányán találhatók, innen kapta a nevét, vagy az Australopithecus, ugye a híres Lucy, a maradvány Afrikában, vagy az egyenes ember, vagy a jávai előember, pekingi előember, ezek ugye híres elődeink, vértes szőlősi embernek már nagy volt az agya, és ugye a neandervölgyi ősember az, ami közvetlen előde volt az embernek, de egy másik ágon, tehát nem leszármazottai vagyunk, annak még nagyobb is volt a térfogata, mint az emberi. Csak kevesebb volt benne a sejt. De lényeg az, hogy van egy nagyon folyamatos fejlődése az agyméretnek, ez teszi lehetővé azt, hogy a kultúra ilyen sebesen fejlődjön. Nézzük meg, hogy milyen viszonya van akkor a kultúra által létrehozott emberi magatartásnak, viselkedésnek a biológiai evolúció által létrehozott állapotunkhoz. Hogy stimmel ez a kettő? Jó-e nekünk az, amit csinálunk viselkedés alapon, és jó-e nekünk az, amit tudunk biológiai alapon? Az derült ki, hogyha most szigorúan biológiai szempontból nézzük, tehát hogy a biológiai létünknek jó-e, ahogy az ember viselkedik, vagy az emberi magatartás zajlik, ugye ezt szokták hívni annak, hogy adaptív, tehát hogy illeszkedik ahhoz a szükséglethez, ami éppen az adott szerveződésből adódik, akkor azt látjuk, hogy az emberi magatartás fejlődése az nem mindig adaptív. Egy sor olyan viselkedés, vagy magatartás alakult ki a kulturális fejlődés során, ami biológiailag kifejezetten káros. Tessék például a drogfogyasztásra, vagy az alkoholizálásra gondolni, vagy még nagyon sok ilyet a táplálkozás mintázatra, ami biológiai szempontból kifejezetten rossz, de magatartási szempontból jól beleilleszkedik a mintázatban. Felmerül az a kérdés, hogy a fejlődésünk során túlélhették-e káros viselkedési mintázatok a szelekciót. Maradhattak az embernek olyan viselkedései, amik egyébként szelekció elvéből következően nem kellene, hogy fennmaradjanak. Úgy tűnik, hogy igen. Hát ezeket a kifejezéseket át lehet ugrani, ezek csak benne maradtak azok számára, akik tudják, hogy ezek micsodák. Lényeg az, hogy vannak olyanok, hogy egy jó gén meg egy rossz gén összekapcsolódik, a nagyon jó génhez kapcsolódik egy kevésbé rossz gén, az szépen megy együtt tovább a fejlődés során, és megmarad. Akkor is, hogyha az egyébként rossz gén. Olyan gének is vannak, amik megváltoztatják a hatásukat a szaporodási időszak után, tehát fiatalkorban egyféle hatás, időskorban másikféle hatás, ami ott az időskorban levő hatás, az már nem tárgya a szelekciónak, hiszen akkor már nincs szaporodás, tehát ezek is, a többszörösen ható gének is megmaradnak, ugyanígy azok a gének, amik fiatalkorunkban nem működnek, csak idősebb korunkban. Tehát genetikailag is elképzelhető, hogy megmaradtak rossz viselkedésformák. Sőt, olyan tulajdonságok, amik semlegesek, tehát nem különösebben jók, de nem is rosszak, azok el is terjednek, és aztán bármilyen körülményváltozás során is hosszú ideig fennmaradnak. Ha összerakjuk ezt a két dolgot, amit eddig mondtam, akkor azt látjuk, ugye, hogy az emberi magatartás lehet kulturálisan adaptív, de biológiailag semleges, sőt akár káros is. Keletkezhet sok-sok olyan viselkedés vagy magatartás, amelyik biológiai szempontból rossz nekünk. Annyira így van, hogy igazából a kultúra, most nem a kultúrát nem abban az értelemben tessék érteni, hogy moziszínház olvasás, hanem hogy egy sokkal általánosabban egy viselkedésrendszerre vagy magatartási rendszer egy adott közösségnek, az kifejezetten abból indult, hogy olyan viselkedés és magatartás mintázatok alakuljanak ki egy népességben, egy adott helyen élő népességben, ami az ott levő biológiai feltételek túlélésben alatti túlélést biztosítja, tehát hogy semlegesítse a környezet hatásait. Tehát amikor az ember vándorolni kezdett, és mondjuk elért Szibériába, ahol hideg volt télen, akkor a kultúrában kialakult az öltözködés kultúra, ami addig nem volt, hogy egy ágyékötővel jól el lehetett lenni Afrikában, de Szibériában már nem lehet lenni. Tehát azok a népek, akik Szibériába kezdtek élni, azok már öltöztek. Azok a népek, ugye vadbőrökbe ebbe-abba, azok a népek Alaszkába kerültek, azok már bundát csináltak, meg beásták magukat a jégbe, meg szóval nagyon sokféle ilyen dolgot tudunk. A kultúra tehát mindig helyi bizonyos értelemben, ahhoz a környezethez alkalmazkodik, amiben az adott embercsoport él. Az evolúció pedig univerzális, az egyszer volt, és akkor az ember valahogy kialakult, és megvannak a biológiai adottságai. Úgy tűnik, hogy az így keletkező társadalmi folyamatokat, tehát azokat, amik körülvesznek bennünket, szociális és társadalmi viszonyok, és a biológiai evolúciós állapotunkat a kultúra köti össze. Ez az a jelenség, ez az az eleme az életünknek, ami segít abban, hogy az adott körülmények között, az adott társadalomban jól tudjunk élni. Ez ma egy osztályon felüli probléma, hiszen ugye pontosan tanúi vagyunk annak, hogy szerencsére csak televízión keresztül pillanatnyilag, de ki tudja meddig, hogy ugye népcsoportok jönnek át messzi országokból, Afrika közepéből például, ahol teljesen más a kultúra, a biológiai, tehát úgy értem a környezet is más, de a kultúra meg pláne, és ezek most megérkeznek egy teljesen más kultúrába, amely történetileg kialakult, és nem tudnak beilleszkedni, soha nem is fognak tudni, legalábbis az első egy-két generáció biztos nem. Hogy aztán a többivel mi lesz, azt már nem tudjuk, mi már nem érjük meg, de majd a gyerekeink sajnos igen, majd szegények, de hát ezt majd meglátjuk. A kultúra tehát az egy nagyon jól, nagyon jellegzetesen és mintázatszerűen kialakult összessége annak, ahogy az ember általában viselkedni szokott, ami a helyi viszonyok közötti túlélést biztosítja. Jó, ha ez így van, akkor kell lennie egy csomó olyan jelenségnek az életünkben, olyan elemeknek a mi életvitelünkben, az életmódunkban, amik evolúciós szempontból nem magyarázhatók. Tehát ahol nem látszik, hogy a biológiai evolúció bármit szerepelt volna abban, hogy egy ilyenfajta jellegzetes viselkedés mintázat vagy magatartás mintázat kialakult. Az egyik ilyen egészen furcsa módon az öregedés, ami... Ugye, amikor már bekövetkezik az öregedés, akkor már nincs szelekció, tehát ugye nem szaporodunk már időskorban, ennek megfelelően nem lehet válogatni az utódok minősége szerint a gének között, tehát ugye nincsen szelekció, vannak mechanizmusok, amikkel picit lehet, hogy az előbb már mutattam néhányat, de általában azt mondhatjuk, hogy az öregedés egy nagyon furcsa olyan jelenség, amit nem lehet jól megmagyarázni evolúciós szempontból. De ilyen például a hipnózis, ami egy módszer ugye arra, hogy valakinek a tudatállapotát megváltoztassuk, vagy a szuggesztibilitás, az, hogy szavakkal valakit lehet különféle viselkedés mintázatokba belevinni, vagy átalakítani a viselkedését. Tehát most itt én elkezdenék hevesen ásítozni, akkor az egész társaság elkezdene ásítozni, ha elkezdenék vakarózni, akkor mindenki elkezdene vakarózni. Nagyon jellegzetes, most már biztos fog is, mert mondtam, ez egy nagyon jellegzetes mintázat átadódás, aminek nincs köze a biológiai evolúcióhoz. De a szuggesztibilitáshoz igen, ami nem ott alakult ki. A placebo hatás, tehát az, hogy egy hatóanyag nélküli gyógyszerrel is lehet valakit gyógyítani, vagy legalábbis is javítani az állapotát, ennek se találtunk evolúciós hátteret, pedig Isten bizony sokat kerestük. A szerelem, ugye az megint egy ilyen, amit evolúciós alapon nem lehet megmagyarázni, az entuziazmus, tehát azt a fajta lelkesedést, amivel valaki az életnek a dolgait meg akarja oldani, és hogy ezt a nagyon erős, mindent átható lelkesedést semmilyen módon nem tudjuk az evolúcióból levezetni, tehát nagyon sok olyan jelensége van az emberi magatartásnak, amit nem tudunk megmagyarázni. Van néhány olyan tipikus emberi jelenség, amit nagyon fontos lenne megérteni és főleg vizsgálni, de embereken nem nagyon lehet, vagy nagyon nehezen lehet, és kellene jó modell. Tehát olyan modellek, lehetőleg állatmodellek kellenének, aminek a segítségével lehetne vizsgálni ezeket a dolgokat. Én magam is ezzel foglalkoztam 30-valány évig, hogy jó modelleket keressünk. Hát mihez kellenének? Sok van, én most csak néhányat soroltam itt fel. Ilyen ugye a pszichofarmakológiai kutatás, tehát olyan gyógyszereknek a kifejlesztése, amelyek a pszichés működésünkre, a lelki működésünkre, az érzelmünk vagy a tudati működésünkre hatnak, ugye ezeket hívják pszichofarmakonoknak, és például ezeknek a vizsgálatához nagyon jó lenne valami jó állatmodell. Akkor például a táplálékfelvétel, mi a jó táplálék, mi a rossz táplálék, milyen mintázat szerint kell lenni. A belső szervi érzékelés, tehát hogy gyomrunkból, szívünkből, májunkból, innen-onnan, amonnan, hólyagból beérkező információkat hogyan dolgozza fel a szervezet, erre is kellenek jó állatmodellek. Erre vannak véletlenül, én például ezzel foglalkoztam sok évtizeden keresztül. A testi és a belső, vagy a lelki és a belső szervi működés, a testi és a gondolati működés közötti kapcsolatrendszer, amit pszichovegetatív kölcsönhatásoknak szoktunk hívni csúnya szavakkal vagy kifejezéssel, ennek is kellene jó modell. A placebo hatásnak, amiről már az előbb említettem, azoknak az úgynevezett nem specifikus egészség problémáknak, amelyek olyanok, hogy az ember panaszkodik valamiféle állapotra, de nincs mögötte látható orvosi ok, csak valahogy rosszul érzi magát, és akkor fáj a feje, vagy kicsit olyan bizonytalan, vagy valami, és ez úgy rendszeresen tart. Ezt hívják nem specifikus egészség problémáknak, ennek is jó lenne modell. Ezek tipikusan emberi jelenségek, azt gondoljuk, de hát azért próbálkozunk. Nézzünk néhány ilyen elemet, amivel lehet ezeket vizsgálni, tehát ilyen problémákat, amelyek előkerültek az életünk során. Hát az első ilyen a farmakológus, vagyis a gyógyszerkutató dilemmája. A gyógyszerkutató ugye azt a feladatot kapta, gyógyszergyárak százai a világon, egyre több, nagyméretű, sok-sok-sok milliárd pénznyi kutatási támogatással együtt, hogy fejlesztenek ki az emberi betegségekre vagy rendellenességekre ható gyógyszereket úgy, hogy közben embereken nem kísérletezhetnek. Ezt összerakjuk, ez egy elég gondosan megtervezett csapda, olyan 22-es csapdája féle. Hogyan lehet tehát jellemzően emberi pszichés problémákat vagy zavarokat állatokban vizsgálni? Ez volt ez a házi feladat. Miért nehéz ez? Először is nincs olyan állati viselkedés, amelyik jellemzően ugyanolyan lenne, mint az emberi pszichés működés. Tehát az állatoknak nincs pszichéje, vagy abban az értelemben legalábbis, hogy mi ezt az emberben értjük, nem nagyon van. Az idegrendszernek a felépítése még a legfejlettebb állatokban se tökéletesen ugyanolyan, mint az emberé, de emberszabású majmokon talán közel van, azokon viszont nem engednek kísérletezni. Most már majmokon egyáltalán se. A legnehezebb dolgok egyike, hogy nem lehet szóban kikérdezni az állatokat, és így nagyon nehéz követni azt, hogy mi történik. Ez a jellemző vicc az emberi orvos és az állatorvos viszonyára bizonyára ismerik, hogy elmegy az állatorvos a körzeti orvoshoz, és akkor kérdezi tőle az orvos, hogy mi baja van, milyen panasza van, ja, úgy könnyű. Hát ez körülbelül jól ki is fejezi ezt a dolgot, hogy ugye az állatokat nem lehet megkérdezni, hogy milyen panasza van. Nagyon nehéz egy emberi társas környezethez hasonló környezetet előállítani állatoknál, tehát patkányokat nem ültethetem ide, és tarthatok nekik előadást a tipikusan emberi viselkedésről. Tarthatnám ugyan, de az nekik nem lesz semmiféle hatással, legfeljebb elalszanak szép csendesen, bár ezt néha az emberek is csinálják, de azért mégiscsak van valami különbség. Mégis, annak ellenére tehát, hogy látszik, hogy nem tudunk nagyon jól modellezni emberi gondolkodást, pszichés működést állatokban, a törvény szerint kötelező állatkísérleteken tanulmányozni minden emberi gyógyszert. Ez még mindig kötelező. Most újabban már alternatívája ennek némileg az, hogy szövettenyészetekben is lehet gyógyszereket vizsgálni, de hát a pszichés működést szövettenyészetben se lehet előállítani, tehát az ott sem működik, még kevésbé. Ugye technikai okokból is ajánlatos, hiszen embereket vizsgálni az ugye most már gyilkosságnak számít, legalábbis bűnténynek, és nem, pillanatnyilag nem tudunk jobbat. Tehát kell, technikai okokból is muszáj állatokat vizsgálni, nem is tudunk jobbat, de mégsem működik rendesen. Nagyon sok olyan gyógyszer van, ami állatokban jól működni látszik, és emberben nem működik. Ugye ez önmagában még nem lenne olyan rettenetes baj, mert majd találunk másikat, de ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk 3 milliárd forint befektetése után nem működik. Mert úgy körülbelül annyiba kerül egy ilyen vizsgálatsorozat. Most mondtam mostból egy számot, lehet, hogy 5 milliárd. Nagyon nehéz megbecsülni, hiszen különösen a külföldi gyógyszergyáraknál. Fordítva is lehetséges, van olyan gyógyszer, ma is van Magyarországon, talán most már nem nagyon forgalmazzák, de önök még biztosan emlékeznek az andaxinra, ami egy nyugtató szer volt. Az andaxint vizsgálta az egész gyógyszergyár, én is vizsgáltam még annak idején. Állatokban csak nem teljesen hatástalanak mutatkozott, emberben az egyik legjobb, leggyakrabban alkalmazott nyugtató szer volt. Tehát nem csak úgy nem működik, hogy az állatokban működik, és az emberben nem, hanem néha olyan is van, ritkábban ugyan, hogy az állatokban nem működik, és emberben mégis. Tehát ez egy nagyon bonyolult viszony, amivel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Ez volt az egyik ilyen tipikus. A másik ilyen tipikus, talán még érdekesebb dilemma az emócióknak a dilemmája. Az emóciók azok az érzelmek magyarul, tehát ugye azok az érzelmek, amelyek bennünk bármilyen környezeti változásra vagy hatásra keletkeznek. A kérdés, ugye ez megint kapcsolatos az előzővel is, hiszen nagyon sok olyan betegség van, ami az emóciók zavarával kapcsolatos, olyan pszichiátriai kórképet sokat ismerünk, és sokat kell foglalkozni is velük, de jó lenne, hogyha legalább a gyógyszeres kezeléshez valami állatmodellünk lenne hozzá. Na a kérdés az hogy meg lehet-e ezt csinálni. Vagyis első körben, hogy vannak-e olyan emóciók az emberben, amik az állatokban is megvannak. És ugyanúgy vannak meg. Ha vannak ilyenek, akkor legalább ezeket állatkísérletesen jól lehet vizsgálni, hiszen akkor az állatok tudják mutatni azt, amit az emberek is tudnak mutatni. A másik, ami már ennél egy kicsit érdekesebb, hogy vannak-e olyan emberi emóciók, amik az állatokban egyáltalán nincsenek, vagy nagyon kevéssé vannak meg. Ez már egy sokkal nehezebb kérdés, és látni fogjuk, hogy nem is tudunk rá 100%-ig biztosan válaszolni. És végül vannak-e olyan emóciók, amik állatokban is megvannak, de emberben másképp működnek? Abból, amit eddig beszéltünk az ember és az állat közötti különbségről, abból következik, hogy ez nagyon is elképzelhető, hogy vannak olyan állati emóciók, amik emberben is megvannak, csak másképp működnek. Hát nézzünk egy kicsit körül a világban. A kutatók sok évtizeden keresztül vitatkoztak azon, hogy vannak-e olyan emóciók, olyan érzelmek, amik mindenkiben mindig, minden körülmények között megvannak. Ezeket a szakmában alapemócióknak hívják. Tehát ezek olyanok, amik velünk születnek, és mindenkiben megvannak. Tehát a világ bármely részében lehet ezeket vizsgálni, ezekhez ilyen fényképsorozatokat gyártanak, amit itt is látunk. Ugye ez egy felnőtt 144 diából álló emocionális alapemóciós vizsgálat sorozatnak a diái, abból vettünk ki 6-ot, és ezeket mutogatják mindenütt a világban, és az a feladata a vizsgálati személynek, hogy megnevezze, hogy milyen emóciót lát a képen. Tehát, hogy mondjuk rámutatunk valamelyikre, mondjuk erre, akkor azt mondja, hogy öröm, vagy boldogság, vagy valami ilyesmit. Ugye erre például, hogy csodálkozás, és így tovább. Vagy meglepődés. És akkor megnézik, hogy ez mennyire egyforma a világban. Hát ahány cikk, annyiféle. A legtöbb közlemény, amit, hát ugye én ezt alaposan végigböngésztem, amit a legtöbben mondanak a világban, és a legkönnyebben lehet vele dolgozni, az 6 alapemóció. Az a 6, ami ott önöknek bal oldalon fel van sorolva, tehát a méreg vagy düh, a félelem, az undor, a meglepődés, az öröm és a bánat vagy szomorúság. Itt mindjárt látunk egy kis bajt ezzel az 6 alapemócióval, hogy ugye 2 olyan is van, a méreg vagy düh és a bánat vagy szomorúság, amire 2 magyar szavunk is van, és nem vagyunk benne biztosak, hogy melyik a helyes. Mert ugye azt mindenki tudja, hogy a bánat és a szomorúság az valahogy azonos vagy hasonló dolgot fejez ki, de az érezzük, nem tudjuk jól megfogalmazni, hogy van a 2 között valami különbség. De azt nagyon nehéz megmondani, hogy az arckifejezés az most melyiket tükrözi a 2 közül. Ugye ugyanígy a méreg vagy düh, ez is egy ilyen. A magyar nyelv, mint mondtam, nagyon gazdag, de ez más nyelvekben is van. Ennél sokkal nagyobb baj az, hogy vannak olyan nyelvek, ahol ezeknek a kifejezéseknek a megfelelői nem találhatók meg. És vagy a bonyolultabb emócióknál még inkább vannak. Ugye például egy lengyel származású orosz kutató talált az orosz nyelvben egy olyan emocionális kifejezést, aminek az angolban, amelyik ugye a tudomány alapnyelve, nincs megfelelő, egyébként a magyarban sincs. Tehát nem tudjuk lefordítani ezt az emot, nem tudjuk megmondani. Körülírni persze lehet, hogy ez olyan, mint amikor, és akkor valahogy megmondjuk, de hogy nincs minden nyelven azonos szó. És ezt az egész alapemóciót már kezdte mindenki elfogadni, hogy na, végre találtunk valamit, ami mindenkiben megvan, amikor ez a kutató elment a óceáni szigetek, mit tudom én, melyik alszigetére, és ott elővette ezeket a diasorozatokat, és elkezdte mondani, hogy mondják meg, hogy melyik ábra, rakják őket külön-külön, tehát egymásra azokat, amik egyformák. Ez ugye úgy van 144, az ugye 12×12, és akkor még azt megszorozzuk, ugye, még, tehát akkor azt jelenti, hogy 24×6, 6 féle emóció van, és mindegyikhez tartozik 24 ilyen dia. És akkor az a feladat, hogy ezeket a diákat, hát ezek fényképek, papíron vannak, tessék őket egymásra rakni, amik azonosak, és akkor megnevezni, hogy melyik oszlop micsoda. Na, ezek a benszülöttek mind a 6 oszlopot szépen megépítették, de volt egy oszlop, amit nem tudtak megnevezni. És erre azt mondta ez a kutató, hogy álljon meg a menet, ez az egész baromság, mert hát tessék megnézni, itt van egy nép a világban, emberek, valódi emberek, jól fejlett emberek, értelmes emberek, és nem tudják a szomorúságot felismerni. Ezen aztán megakadt az egész folyamat, amikor mindenki ezen elkezdett mammogni, hogy hűha, hajhó, de hát aztán kiderült, hogy azért ez nem ennyire rossz ez a dolog, mert hiszen ők is felismerték, hogy ez a szomorúság, csak szavuk nem volt rá. Az nem kötelező, hogy szavunk legyen az érzelemre, az egy baj, ha nincs, de hát ha nincs, nincs. De hát ugye milliót ismer az emberiség, például mondjuk Alaszkában a hóra, arra a dologra, hogy hó, arra 24 szó van, a magyarban meg legfeljebb 2. Ami azt összetett szóval fejezzük ki, hogy olvad hó, kemény hó, merev hó, recsegős hó, mit tudom én, lehet ezerfélét mondani. Aki síelt már életében, azt tudja, hogy tényleg a hónak sokféle állapota van, az alaszkaiaknak, mivel ugye ők állandóan a hóban élnek, nekik, az eszkimóknak van 24 különböző szavuk, külön szó van arra, hogy olvadó hó, külön szó van arra, hogy kemény hó, külön hó van arra, hogy jeges hó, stb. Stb. Ettől még én is felismerem azt, hogy melyik a jeges hó, meg melyik az olvadó hó, csak nem tudok rá egy szót mondani. Tehát kiderült, hogy ez valószínűleg egy hibás váltóállítás volt, valóban ez a legalább 6 alapemóció, ez létezik. Jó, erre azt mondjuk, hogy alapemóció az, ami velünk születik, vagy nagyon gyorsan kialakul. Íme alatta ugye 6 darab csecsemő felvétel, sőt, ezek között újszülöttek is vannak. Kiderült, hogy ezek az alapemóciók, ezeknek egy része a 0 órás gyerekben is megvan. Csináltak ilyen vizsgálatot, Magyarországon is csináltak magyar kutatók, például Molnár Péter és Nagy Emese, hogy oda mentek az újszülött gyerekhez. Ugye felvette az újszülöttet a bába, vagy a szülésznő, odatta a kutatónak, az ránézett, és elmosolyodott, és a baba vissza. És akkor úgy gondoltuk, hogy akkor ez megvan ugye már a születéskor. Kiderült, hogy ez még csak szélmosoly, de hogy tudnak mosolyogni a babák, és hogy van olyan, például ugye a szomorúság, a méreg, az undor, ami rögtön, tehát újszülött korban megjelenik, a többi pedig fokozatosan 3 hónapos korra mind a 6 alapemóció már megjelenik a gyerekekben. A vicces az, hogy ő nem csak utánozni tudja ezeket az arckifejezéseket, ugye ezt hívják imitációnak, hanem hogyha többször csináljuk neki, és ebben a helyzetben már beleszokott, akkor ő elkezdi maga is csinálni ezeket az arcokat, provokálja a visszaarcot. Ha visszamutatom neki azt az arcot, amit ő produkált, akkor elkezdi csinálni. És akkor hosszú órákig lehet vele játszani, hogy vigyorgunk valamit, akkor mutatok egy új figurát, akkor egy darabig nézi, és akkor elkezdi csinálni. És ha nem csinálom vissza, akkor újra csinálja. Tehát, hogy ezek nagyon tényleg alapemóciók, rögtön a születés után megvannak. Jó. Ha ez ennyire univerzális, ha ez minden emberben megvan, születése óta megvan, vajon az állatokban megvan-e? Voilà. Igen, az állatokban is megvannak. Ezek az alapemóciók nagyobb része bizony az állatokban is megvan. Ugye itt egy embert látunk, a dühös embert, a mérges embert, itt látjuk a páviánt, itt látunk egy kutyát. Ugye elég jól hasonló, mindegyik kimutatja a fogát, fölhúzza a szemét, összeszűkíti, nagyon jellegzetes viselkedés mintázat, ugyanígy megvan az állatokban is. Tehát a fejlett állatok, ugye egészen az emlős állatok nagy részében ezek a viselkedés mintázatok ugyanúgy megvannak, mint az emberben, és nagyon jól értett a kutya, akinek van kutyája, az nagyon jól tudja, a kutya ezeket az alapemóciókat tökéletesen tudja olvasni. Tehát megérti az embernek az alapemóciókat, pontosan tudja, hogy a gazda mikor dühös, mikor szomorú, mikor milyen, és ő eszerint viselkedni is tud. Különösen egy jól beépülős kutya. Jó. Nézzünk olyan emóciókat, amik emberben is megvannak, meg állatokban is megvannak, de nem egyformán. Tehát, hogy emberben egy kicsit mások az emóciók. Hát ugye mindjárt itt van az anyai szeretet. Tudjuk jól, hogy legalább az emlős állatok, ugye, amelyek szoptatják az újszülötteket, és legalább egy darabig együtt vannak, mivel ugye az újszülöttek nagyobb része ugye fejletlenül jön a világra már az emlősöknél, kialakul egyfajta anyai szeretet, tehát gondozza az utódokat az anya, kötődik hozzá valamennyire, és így tovább. Mégis nagyon jól tudjuk, hogy emberben az anyai szeretet sokkal több, mint az állatokban. Az nem merül ki abban, hogy szoptatja, vagy pedig ölbe tartja a gyereket, mert ezt a majmok is csinálják már vidáman, tudjuk is, hogy hurcolják őket a fákon keresztül, hanem hogy nagyon sok minden más is van az anyai szeretetben. Az előrelátása, az, hogy mit csinálok a gyerekkel, hogyan fejlődik, mit adjak neki enni, hogyan gondoskodjak róla, milyen lesz a következő gyerek. Szóval nagyon sokféle viszonyunk van. Az anyai szeretet sokkal bonyolultabb és sokkal több az emberben, de a csirái megvannak az állatokban. Tudásvágy. Nagyon jól lehet látni. Emberszabású majmoknál kifejezetten, kutyáknál is jól lehet látni. Farkasoknál is nagyon jól lehet látni, hogyha egy ismeretlen környezetbe kerülnek, ahol olyan dolgokkal találkoznak, amikkel eddig nem, akkor megpróbálják felderíteni, és megtanulni, hogy azok micsodák, és hogyan kell velük viselkedni. Tehát, hogy egyfajta tudásvágy van az állatokban. Nagyon jó pofa kísérleteket csinált például Csányi professzornak, a nevét nyilván ismerik, még annak idején az etológia tanszéken a paradicsom halakkal, egy nagy akváriumot ketté osztottak, egyharmada volt egy üres akvárium, és kétharmada pedig egy tele akváriumban növények voltak, meg esetleg más, például nagyméretű halak, és akkor berakták a paradicsom halakat ebbe a kis részbe. És ugye a nagy hal, hogyha oda a pontyot tettek, az ugye növényevő, az nem zavarja a halakat, akkor ezek a paradicsom halak 15 percen keresztül már az egész akváriumot beúzták, és nézték, hogy mi történik. Na jó, hát ez rendben van, ez még diffúzióval is menne, a kémiai molekulák, cukor is átdiffundálna a másik oldalra, de betettek oda egy csukát. Csuka az történetesen ragadozó hal, és kifejezetten szereti a paradicsomhalat, mint ahogy mi a paradicsomkonzervet, ő a paradicsomhalat szereti, és ha bejön egy paradicsomhal, és a csuka éppen jó helyzetben van, akkor bizony bekapja. És akkor bemennek a paradicsomhalak, bekapja a csuka, ezek kimennek, takarodnak, egy darabig ücsörögnek a kis sötét kamrában, aztán egyszer csak a paradicsomhal elkezd beúszni. Beúszik, ilyen nagyon jellegzetes testtartás, nem biztos, hogy meg tudom mutatni, mert ez, talán így a kezemmel meg tudom mutatni, tehát ott van a csuka, mondjuk ő a csuka, és akkor így jövök a csukához, és így hátra van a faruszonya, hátrafele. Az ugye arról szól, hogy ha a csuka megmozdul, akkor ő csap egyet a faruszonyával, és elúszik. Elugrik, és utána elúszik. És akkor szépen elkezdenek a csuka körül halmozódni a paradicsomhalak, és nézik, hogy mit csinál a csuka. Megtanulják azokat a mozdulatokat, amivel a csuka támadni kezd, és akkor egyre messzebb kezdenek el tőle variálni, de ugye mivel üres a másik ketrec, vagy másik akvárium, ez meg tele van növényekkel, kajával, mindennel, egy idő után megtanulják, hogy kell csukára figyelni, meg hogy mit tud a csuka, és akkor szépen elkezdenek beúszni, és bizony benne vannak ebben a térrészben. Ha az ügyesebb paradicsomhalak már azt is megtanulják, hogy milyen az, amikor a jól lakott a csuka. És ha jól lakott a csuka, akkor 3 percen belül már ott nyüzsög az egész társaság. Tehát ugye tanulni az állatok is tudnak valamennyit, és van bennük tudásvágy is, de hát ugye könyvet nem olvasnak, meg ugye históriát nem hallgatnak, meg a történelem nem érdekli őket, meg nem járnak harmadikkor egyetemére. Ha van, akkor se. Én próbáltam kutyáknak mondani, gyertek, de nem jöttek. Az Istenek se. Akkor bejött, akkor tugatott, meg mindenfélét csinált, nem az én kutyám volt, nekem nincs, de... Tehát ugye nem olyan egyszerű ez a dolog, tehát hogy a tudásvágy emberben is megvan, csak sokkal másabb. Sokkal több, sokkal szélesebb, sokkal nagyobb és sokkal bonyolultabb. Ugyanígy ilyen például a szerelem, ugye az állatokban is van valamiféle ilyen kis szerelem, de ez nem ugyanaz, mint az emberi szerelem, az, amiért meg lehet halni. Ugye a szabadságvágy, az állatok is kiszabadulnak, ha becsukják őket, szabadságvágy az állatokban is van, de ez nem terjed ki arra, hogy én elmondhassam azt, amit akarok, szabadon ugathassak, szabadon nyávoghassak, szabadon kotkodácsolhassak, vagy szabadon nyűszíthessek, mert azt már ők nem tudják felfogni, az emberben benne van, hogy én most itt szabadon elmondhassam ezt az előadást, és ne hátratekert kézzel vigyen el a rendőrség. Bár mondhatnék olyat is, de nem fogok. De ha már itt vagyunk, akkor ugye itt van a következő elem, a gyűlölet, ami szinte soha nem fordul elő ebben a formában állatokban, bár állatok is tartózkodnak néha más állatoktól, vagy akár emberektől is, de azért a gyűlölet az egy sokkal bonyolultabb ügy. Hát most abban nem menjünk bele. Ilyen a szorongás, állatokban is van bizonyos mértékű szorongás, lehet is őket vizsgálni ebből a szempontból, gyógyszer szorongás oldókat vizsgálnak állatokon, de azért az emberi szorongás például attól, hogy holnap majd csütörtök lesz, és reggel jön majd a kukás autó, és nekem ki kell tennem a kukát este, és el ne felejtsem vacsora után kitenni a kukát, ezt a fajta szorongást az állatok nem tudják. Ezt csak a hülye ember tudja, aki még azon is tud szorongani, hogy majd 10 év múlva, amikor kinyitják a határokat, beáramlanak a a bevándorlók, mit tudom én, honnan, az illegális bevándorlók. Az ember ezt is el tudja gondolni, az állatok nem tudják. Tehát ezek vannak állatokban, de emberekben más emóciók. Hát a szomorú helyzet az, hogy vannak csak emberi emóciók is, olyanok is, amik se az állatokban nincsenek meg, vagy semmilyen formában, vagy nagyon ritkán. Ilyen az önfeláldozás egy eszméért. Az, hogy valaki mártíromságot vállal tisztán egy mentális alapon, egy vallásért, vagy egy irányzatért, vagy egy kultúráért, vagy valamiért, amiért éppenséggel az életét kell adni, ez nem létezik állatokban. Ilyen hülyeséget csak az ember csinál. Ugye a halálfélelem nagyon érdekes, hogy az állatok nem mutatnak halálfélelmet, tehát nem ismerik azt a fogalmat, hogy halál. Az elmúlás az van, az állatok körbeveszik az elhunytat, egy darabig ott boklásznak körülötte, aztán elmennek. De arra nincs semmilyen jel, hogy az, aki ott szaglásza az elhunytat, vagy az elhultat, annak az agyában megfordulna, hogy legközelebb én fogok itt feküdni. Hát ugye azt nem kell mondani, hogy ott minden temetés erről szól, az ember azért megy el a temetésre, hogy örüljön, most ez csúnya, amit mondani fogok, örüljön annak, hogy nem én vagyok ott. Vagy hogy legalábbis ez biztos mindenkiben megfordul. Ha más nem olyan formában, hogy legközelebb én leszek. De valahogy ez a gondolat, hogy nem én vagyok ott, az mindenkiben. Na ez az állatokban nem létezik, még csak közelítőleg se. A gyász, az is egy ilyen, az állatok egy része szomorú akkor, hogyha elpusztul valaki, például a kölyke, ma jobbunknál ezt emberszállásban már ezt ismerjük, de gyászolni nem gyászolnak, csak szomorúak. De az nem ugyanaz. Tehát ugye a gyász az emlékfelidézése, a folyamat végélése, a saját magamra való vonatkoztatás, és így tovább. És lehetne még tovább ragozni, ugye a bosszúvágy, ami egy nagyon tipikus emberi magatartási elem, vagy emóció gyakorlatilag nem létezik, büszkeség, na ez aztán végképp nincs az állatokban, aggodalom, hogy mi lesz akkor, hogyha holnap után az ügetőre kimegyek, és nem a Kovács Jutka, hanem a Varga Éva lesz a hajtóm, akkor milyen lesz ott, tehát ilyen nincs a ügető lovakban, pedig azok okos állatok, és ugye a karriervágy, hát aztán végképp nincsen, hogy majd eldöntsem, hogy holnap után én szeretnék lenni a lóversenynek az igazgatója, és nem a Kovács Jancsinak. Na, ilyen nincs az állatokban. Ezek tipikus emberi emóciók, sok van még. Én csak példákat hoztam. Hát ezen túlmegyünk, mert nem nagyon van idő. Az érzelmek és a belső késztetéseink általában a viselkedésünkben is megjelennek, és ehhez egy bonyolult folyamat vezet, aminek az összefoglaló neve az, hogy motiváció. Tehát a motiváció az egy vágy arra, hogy valamit végrehajtsak, amit gondolok. Ha álmos vagyok, akkor a motiváció az, hogy aludjak, ha éhes vagyok, a motiváció az, hogy egyek, vagy táplálkozzak, és így tovább. Itt a bal oldalon az alapvető motivációkat soroltam fel, ezek mind állatokban is megvannak, tehát ugye például az étvágy, tehát az, hogy én éhes vagyok, az nem mutatja meg, hogy mit tegyek, ahhoz kell az étvágy, hogy megmutassa, hogy mit tegyek, és akkor tudok is válogatni. Ugyanúgy az ivási vágy, a jólakottság, hogy akkor nem azt jelenti, hogy abba kell hagynom a táplálékozást, azt is jelenti, hogy el kell onnan jönnöm a táplálékforrástól, és valami mást kell csinálni. Ugye az érdeklődés és a szexuális vágy. Ezek példák megint, sokféle van, és lehetne ezeket ragozni, most erre sajnos nincs már idő, de vannak olyan motivációnk, amik ezek ugye állatokban is mind megvannak, de vannak olyan motivációink, amik az állatokban nincsenek, amik csak az emberben vannak. Ilyen például a teljesítménykésztetés. Tehát az, hogy én ezt az előadást ma jól megtartsam önöknek, az már napok óta foglalkoztat engem, pedig én egy elég rutinos előadó vagyok, ráadásul ezt az előadást már többször megtartottam, itt-ott, tehát nem... még csak nem is új dolog, volt most olyan előadás, amit először tartottam, ott még inkább van egyfajta ilyen teljesítménykésztetés, az ember szeretne jól produkálni valamit, hát nyilván ez mindenkiben benne van, ha más nem, az unokára jól vigyázzak mondjuk, hogy az önök egyik jellegzetes viselkedés mintázatával is beszél. A kompetencia igény, hogy amit csinálok, abban én benne legyek jól, tudjam, hogy mit kell csinálni, helyesen csináljam, jól csináljam, ugye ezt hívják kompetenciának. A teljesítmény öröme, hát ezt mindenki tudja, hogy ez milyen. Főztem egy marha jó kaját, vagy vettem egy jó bort, és akkor ez ízlik a családnak, ez egy teljesítmény, amiért én dicséretet érdemelek. Ha jó a család, meg is dicsérnek, ha nem, akkor csak én magamat veregetem meg. Ha klassz gyerek voltál, ügyes voltál. Ugye, a kudarctól való félelem, ez ennek az ellenkezője, a fene egye meg, ezt nekem meg kéne csinálni, meg tudom ezt csinálni. Biztos meg tudom csinálni. Ez egy ronda, humán specifikus motiváció, de létezik. Az igényszint, magam elé teszek célokat, hogy azt én el tudom érni, és el akarom azt érni. Tehát, hogy meg akarom azt csinálni, hogy az én kertem szebb legyen, mint a szomszédé. Én meg akarom csinálni, hogy a lakásom szép legyen, amikor bejön valaki látogatni. Én rendet akarok csinálni, hogy az látszik, hogy én gondos, rendes ember vagyok, stb. Stb. Ezek az igényszintek. Az önmagunkkal szembeni elvárások, az, hogy én Én csináljam azt, amit tudok. Én legyek valaki, legyek valami. Ezek mind olyanok, amik csak az emberekben vannak. Az állatokban nyoma sincs ilyesminek. Ami jó nekik, de nem jó nekünk. Hát azt hiszem, ezt most át fogom lépni, mert már nagyon elment az időnk. A következő ilyen dilemma, amiről egy picit beszélni szeretnék, a művészet dilemmája. Körülbelül 15 év vagy 20 évvel ezelőtt, amikor már akkor még, aztán darabig nem, aztán most megint Miklós volt az állatkert igazgatója, főigazgatója, mint tanítványom volt az egyetemen, voltak az első tanítványaim, rendeztek egy olyan kiállítást az állatkertben, aminek az volt a címe, hogy állati festészet. Olyan képeket, vagy olyan akármiket állítottak, ezt hívhatjuk-e képnek, azt nem tudom, amiket állatok készítettek. Ugye elsősorban emberszabású majmok és elefántok, de volt egy láma is, amelyik szájába vett festékkel tudott festeni. És akkor rendeztek egy szimpóziumot mellette, amin különböző szakmák képviselői vettek részt, így volt benne egy művészettörténész, volt benne egy valamilyen ilyen kritikus, művészkritikus, volt benne egy újságíró, volt benne egy etológus, Csányi professzor volt éppen az etológus, és hívtak egy viselkedéskutatót, ez voltam én. És ott ültünk 5-6-an, meg egy közönség, és beszélgettünk arról, hogy ezt nevezhetjük-e festészetnek, és hogy, hogy van-e valami olyan tipikus jelenség, ami csak az emberekre igaz a festészetben. És hát, hogy egy kicsit illusztráljam, hogy ez mekkora dilemma is lehet, itt van egy képsor, hogy a bal oldalán ennek az ábrának állatok festészete, főleg majmok, de elefántok is vannak, akik ebben, azt hiszem ez egy elefánté, ezek meg majmok, emberszabású, csimpánzok és gorillák voltak, és ezen az oldalon pedig ugye Mirónak, a híres festőnek az absztrakt képei. Sokáig nem jutott eszembe ez a hasonlat, aztán volt a műcsarnokban egy kiállítás, egy Miró élettörténeti kiállítás, talán néhányan látták önök közül 20-25 évvel ezelőtt, amiben az ő egész művészeti történetét, saját fejlődését bemutatták úgy, hogy a korai képeit, a későbbit végig, és ezek voltak ugye, még ennél is meredekebbek voltak a legvégén ennek a kiállításnak, olyan, hogy 3 szín egymás alá festve. És akkor az ember nézegette, hogy ez festés, vagy mi ez tulajdonképpen, ez kép. És értem én ezt a képet? Hát nem tudom, de olyan nagyon jó pofán néz ki. És akkor elkezdtünk ezen gondolkozni, mi a különbség, ugye tehát azt most kiállítottam volna mondjuk ezt a képet egy Miró kiállításon, senki nem mondta volna, hogy ezt nem ő festette, vagy hogy ez nem egy jó kép, vagy nem venné meg valaki a saját lakásába. Pedig ezt egy állat festette. És akkor elkezdtünk ezen a dolgon morfondírozni, és kiderült, hogy érdemes meggondolni, hogy mi az, ami egy ilyen festési akció, vagy viselkedés, cselekvés mögött áll. Ugye, hogy szeretik-e azt, amit csinálnak? Állatok? Igen, szeretik. Hát látszik a majmokon, kifejezetten élvezettel variálnak, persze az ember is. Akarják-e? Talán akarják, a majmok, az elefántok kevésbé, a majmok között volt olyan, amelyik még a letett festék és ecsettel kapirgászott, felvette az ecsetet és megpróbált festegetni, amikor már tudta, hogy az mire való. Tehát az még esetleg előfordul. Tudják-e, hogy mit csinálnak? Nem. Az világosan látszott az elefántokon, meg a majmokon, hogy nem tudják, az ember tudja, van-e ihlet. Tehát van-e olyan, hogy megjelenik a fejembe valami kép, és azt gondolnám, hogy ezt nekem most meg kell másnak mutatni. Na, erről szó sincs az állatoknál, embereknél működik, üzennek-e valamit, akar-e nekem valamit mondani, a majom nem. Azt se tudja, hogy én a világon vagyok, senkiről se tud, ő csak játszik. Tehát magával játszik, de üzeni nem üzen az ember, üzen? Hát bizony üzen. A festő az üzen. Hogy kinek üzen, az egy másik dolog, hogy tudja, hogy kinek üzen, az is egy másik dolog, ugye, mert én írok, de hogy ki olvassa, azt nem tudom, de az most mindegy ebből a szempontból. Értik-e, amit csinálnak, hogy az állatok nem értik, az emberek megértik. Mi a különbség? A különbség az, hogy amikor én nézek egy képet, amit mondjuk Miró festett, akkor tudom, hogy ő járt festőiskolába, hogy megtanult először alakokat festeni, aztán ebből lett egy kicsit variábilisabb. Picasso-nak is volt egy ugyanilyen históriai kiállítás, az zseniális volt nézni. Én azt többször is megnéztem, de sok másnak is. És akkor az ember rájön arra, hogy itt ez egy absztrakció, hogy végigmegyek, a végén már ilyen absztrakt dolgokat festek, de hogy ott van mögötte az a kód, amivel az egész festészet zajlik. A kódot mindannyian ismerjük. Mindenki tanult az iskolába festeni, mindenki rajzolt. Micsodát, lábostetőt, meg háztetőt, nem tudom mi a túrókat, hülyeségeket, kancsót, meg ilyen baromságokat, amit iskolába kellett rajzolni. Ha kiment valaki a vonalon kívülre, akkor 2-est kapott, én 1-est. Képtelen voltam ezeket megcsinálni, abszolút balkezes vagyok. Mármint, hogy jobbkezes vagyok, csak a jobbom is olyan, mint a bal. Tehát, hogy, de a kódot azt megtanultuk rendesen, mit jelent a festés. Mi az, hogy kép? Mit kell azon látni? Hogy kell azt értékelni? Hogy kell azt érteni? Na, ezt az állatok nem tudják. Tehát ez a kód, amit megtanul az ember az élete során, ez az, amitől ez tipikusan emberi dolog lesz, a művészet, és nem az állat. Vagy nem a maga az akció, ugye a stílus, az egy eleme a kódnak, az eszközök, ki mivel fest. Más az olajfestmény, más a vízfestmény, más a tempera, más a, most már mindenféle ilyen anyagokat használunk. Ugye a téma, a történet, ugye a barlangfestményektől a görögökön, a reneszánszon, a kubistákon, a nonfiguratívokon keresztül, ezt a művész históriát tudja az, aki múzeumba jár. Aki nem tudja, az nem jár múzeumban, az nem néz képeket. Aki képeket néz, aki már azért megy el egy kiállításra, hogy képekes nézze, az tudja ezt a történetet. És az benne is van a fejében. És ugye van egy társadalmi tudás, amit ugye mindannyian tudunk, ami benne van a tévében, rádióban, újságban, könyvben, beszélgetésben, falusi kocsmákban, akárhol. Ez a kollektív tudás, ugye ő ír, én olvasom, el tudom olvasni, amit a másik, megértem, amit a másik mond. Ez a kód be van építve a festészetbe és a művészetbe, ezért más ez, még ha nem is látszik feltétlenül másnak. Tehát ugye az emberi festészetben ismerjük a kódot, a festő mondani akar valamit, mi meg szeretnénk megérteni ezt a mondani valót, és ugye a néző legalábbis feltehetőleg érti az üzenetet. Jellemzője ennek a dolognak a szándék. Tehát, hogy az, aki csinálja, az valamiért csinálja, valamilyen szándéka van vele, valamit ki akar fejezni. Lehet, hogy senki nem fogja megérteni, vagy senkit nem is érdekel, akkor is ki akarja fejezni. Én egy borzasztó nagy könyvtárat örököltem, meghaltak a szüleim, akkor elhívtam egy antikváriust, hogy nézzem már meg, hogy mi kell neki ebből. Történetesen, akitől örököltem, az egy irodalmár volt, és színikritikus, meg irodalmi kritikus. Mindenféle ilyen irodalmi könyvei is voltak, és ott Bóklászik, ez nem olyan régen volt, ez 3 hónapja, Bóklászik a Magyarország legjobb antikváriusa, ő történetesen kollégák voltunk valaha, őt hívtam el, állt ott fönt a polcon, és így nézegeti, kiveszi, hogy Kovács 13 János versek, visszarakja Varga, Julcsa, én verseim. Mit tudom én, kicsoda a te versei, de ebbe külföldiek is vannak. És akkor azt mondja, mennyi hülye verset írnak az emberek? Azt mondja, ki a fene olvassa ezt? Mondom, ezt te ilyet valaha adtál el? Azt mondja, nem. Ebből van 12 000 a raktáramban, soha a büdös életben nem fogom eladni, senkit se érdekel. Tényleg senkit se érdekel. Valószínűleg az a 8 ember, akinek a kezébe nyomta ezt a kötetet az illető szerző, aminek a fele legalább magánkiadás, azok elolvasták, azt mondták, megveregették a vállát. Klassz gyerek vagy ügyes kislány, milyen szép verseket írtál, aztán soha többet senkit nem érdekelt, valószínűleg nem is szépek, lehet, hogy nem is versek, de valamit ki akart vele fejezni. Ez egy művészet akkor is, hogyha kis stílű vagy kicsi hatású ez a művészet, de művészet. Na ez az, ami tipikusan emberi, és ez az, amit az állatok nem tudnak, és nem is tudnak értékelni. Na végül a technika dilemmája, hogy azért ne csak ilyen elvont dolgokról beszélgessünk, miért nem repült Ikarosz? Ugye emlékszünk rá, hogy Ikarosz azt vállalta, hogy leugrik és ugye repülni fog. Gondoljunk bele, hogy ezt az akciót ma a Hűvösvölgyi Reptéren, vagy a Pilistetőn, vagy valahol itt, vagy a hegyekben vidáman megnézhetjük, hiszen egy ilyen 3 rútból és 2 négyzetméter, vagy 5 négyzetméter vászonból csinálnak ilyen repülő eszközöket, ugye ezt a sárkányt, repülő sárkányt, ami körülbelül mondjuk 8 perc alatt össze lehet szerelni, hogy nagyon gondosan csinálja valaki, akkor 11, van benne 6 darab alkatrész, ennél egyszerűbb repülést nem lehet elképzelni. Volt Ikarosznak ilyen rudja. Volt bizony, hát bambusz volt már akkor is, azt használták is, abból gyönyörűen lehet ilyet csinálni. Volt neki ilyen vászna, volt bizony, rengeteg ilyen impregnált papírusz vásznat tudtak már akkor csinálni, tehát tudott volna ő ilyet gyártani? Minden további nélkül. Technikailag semmi nem volt. Tudta, hogy hogy kell elkezdeni egy repülést? Tudta, ő is tudta, hogy le kell ugrani. Tehát tudtak ragasztani, kötözni, megvoltak az alapanyagok, tudták, hogy mit kell csinálni, mégse repült. Ikarosz elindult, paf, szétesett az egész, leszállt, mert a nap megsütötte, mit tudom én, legendát mindenki tudja, de tudjuk, hogy nem megy. Miért nem tudott repülni Ikarosz? Ikarosz azért nem tudott repülni, mert nem tudta a kódot. Nem tudta, mi az a repülés. Mi kell ahhoz, hogy repülni tudjon. Nem mindegy, hogy hol ugrik le, és hogy hogyan ugrik le. Tehát, hogyha kimegy valaki a Hűvösvölgyi Reptérre, és nézi, hogy mit csinálnak ezek a sárkányrepülők, akkor egyik nap erre ugrik le, másik nap arra ugrik le. Mert mit tud? Merről fúj a szél. Mindig a szélről szemben. Ilyen baromi egyszerű. Ezek a kódok nem túl bonyolultak, hát az ennél több a kód, de nem olyan veszélyes. De ő nem tudta a kódot. Ikarosz nem ismerte ezeket még. Ahhoz, hogy ezt a kódot tudjuk, ahhoz absztrahálni kellett a repülő tárgyakból. Ahhoz ki kellett találni a léghajót, a repülőgépet, a helikoptert, a rakétát és az űrhajót, hogy végül lássuk, hogy mi a repülésnek az eszenciája, a lényege, a szakmai kódja, onnantól minden további nélkül. Kis repülő, nagy repülő, helikopter, palipikopter, mit tudom én, drónok, most már mindenfélék vannak, tudjuk a repülésnek a kódját. Ezt sajnos Ikarosz nem tudta. Ez az ő életébe került. Az a repülésnek az absztrakciója. Tehát akkor, hogy összefoglaljuk a dolgot, nézzük meg, hogy mi az, hogy tipikusan emberi. Ugye, hogy akkor mi is, akkor ez viselkedés vagy magatartás? Ugye, hogy mi az, hogy emberi viselkedés? Néha, amikor nem figyelünk oda, amikor az életünkben egy olyan pillanat van, amikor nem akarjuk kontrollálni, hogy mit csináljuk, vagy nem tudjuk kontrollálni, amikor teljesen ellazulnak a mi szellemi működéseink, vagy szélsőséges és váratlan helyzetbe kerülünk, amivel nem tudunk mit kezdeni, vagy tudati határállapotba kerülünk, például gyógyszertől, italtól, vagy éppen valakivel való nagyon személyes kapcsolatból, akkor nem kontrolláljuk tudatosan azt, hogy mit csinálunk, a cselekvéseinket, ilyenkor feljön a felszínre a viselkedés. Ez egy olyan reaktív dolog, hogy ahogy a környezet alakítja, mi úgy viselkedünk. Van az embernek tehát viselkedése, normálisan, vagy általában azonban ezt elnyomja az emberi magatartás. A kérdés az, hogy van-e állati magatartás. Tudnak-e az állatok tudatosan viselkedni? Mert hiszen látjuk most már, hogy erről van szó. Igen, például a kutyákról nagyon jól tudjuk, az emberszabású majmokról is tudjuk, kutatók most már részletesen leírták, hogy tudják manipulálni az arckifejezéseiket, és tudnak emocionális állapotokat produkálni az arcukkal, vagy a pofájukkal, amivel be tudják csapni a gazdát, vagy a figyelőt. Mint hogyha például ő vidám volna, közben szomorú, mint a szomorú volna, de közben vidám. Hogy mintha nyugodt volna, közben agresszív, közben dühös, mint a dühös volna, de közben nyugodt. Tehát csalni tudnak magyarul az állatok, de csak a nagyon fejlettek. A kutyák, ugye, akik az emberi társadalommal együtt fejlődtek az utóbbi pár ezer évben, és a főemlősöknek a legfejlettebb az agyműködése. Úgy tűnik, hogy a kutyák talán, az emberszabású majmok pedig biztosan tudnak hazudni. Tehát tudnak úgy viselkedni, hogy az ember azt hiszi, hogy, pedig nem. Nem nagyon definíció szerint, pedig beszélni nem tudnak, tehát nehéz hazudni, de lehet a viselkedéssel is hazudni. Talán ezt a kettőt, tehát az emocionális csalást és vagy manipulációt és a hazugságot már az állatok is tudják. Tehát picike magatartás van már az állatoknál is. De ezt aztán az ember szuperül tudja. Ugye, ha megnézzük a legközelebbi rokonainkat, ugye ezek éppen csimpánzok, illetve bonobók, a csimpánzok tudnak nevetni. Hangosan, hi-hi-hi, nagyon jó pofa röhögnek a csimpánzok, állatkertben meg lehet nézni néha, tudnak szomorkodni. Nagyon jellegzetes, például szétválasztják a párokat, vagy a kölyök elpusztul. Tudnak örülni, például egy jól tálalt banánnak egy ilyen éhező csimpánz határozottan tud örülni, és akkor ugrál és örül. Tehát nagyon jellegzetesen mutatja azokat a viselkedéseket, amiket mi is ismerünk. De ugye nem tudnak gyászolni, tehát az nincs. Ő nem emlékezik vissza már 2 hét múlva a gyerekre, vagy a papára, vagy a testvérére, vagy az akárkire, elveszett az, a kiment a tudatából, ha marad neki egyáltalán. Nem tudnak verset írni, hogy például, csak mondjak egy példát. Nem félnek a haláltól, nem is tudják, hogy mi az a halál, ez a fogalom se létezik. Ugye nem tudnak a jövőtől aggódni, nem látnak előre az életükben, nincs elvárásuk arra nézve, hogy mi történik velük egy pár óra vagy 3 hét múlva. És ugye nem tudnak elválni és újra nősülni, hogy ezt csak az ember tudja. Ezek mind olyan mintázatok, olyan magatartás mintázatok, és ezek már kifejezetten magatartások, amik már csak az emberre jellemzőek. Tehát ugye jellemző rá az absztrakció, hogy el tudunk vonatkoztatni valaminek a konkrét dolgaitól, és meg tudjuk ennek a lényegét fogalmazni, az elvolt gondolatokat. Léteznek speciális emóciók, amelyek csak az emberben vannak, vagy az emberben másképp vannak. Vannak olyan elemi jelenségek, amelyek nagyon jól mutatják, hogy ezek csak emberben léteznek, ilyen például az egészségféltés. Tehát az, hogy én azon aggódom, mint egészséges, hogy mi lesz velem akkor, hogyha nem leszek egészséges. Ami ugye egy csak az emberre jellemző, az állatoknak híre hamva sincs ilyesmi. Testképzavarok, ugye az anorexia, tehát a túlzott lesoványodás, vagy a túlzott elhízás, vagy a bulimia, tehát ez az a kényszeres evésbetegség, vagy újabban ez a fordított anorexia, az izomdiszmorfia, amit ezek a sport tehát ilyen testépítők csinálnak, ezek is csak emberre jellemzők, ezek állatokban semmilyen formában nem fordulnak elő. A művészetek, amikről az előbb már beszéltem, hogy ezek mind olyan tipikusan emberi viselkedés vagy magatartás mintázatok, amik csak ránk vonatkoznak. Van még egy nagyon érdekes jelenség, most nem beszéltünk, de érdemes rajta elgondolkozni, hogy társadalmasodik a magatartás, tehát hogy ezek a mintázatok az egyes emberektől átkerülnek a szociális viszonyokra, és egy adott csoport is kulturálisan egyformán viselkedik. Például itt tetszenek ülni most valamennyien szépen, rendesen, ki így, ki úgy, de mindenki itt ült szépen csendben, és figyelmesen hallgat, ahogy én látom az arcokat, nagyon jól látni egyébként, hogy így együtt jár velem az agyuk, és ez egy nagyon érdekes válasz. Ez csak az ember tudja, ilyet nem tudnak az állatok, azok nem csinálnak egy ilyen közös csoportot, ahol egyszerre ugyanazt csináljuk, ugyanazokat az emóciókat, vagy nagyon hasonlókat élünk át, ugyanazt a viselkedést produkáljuk, anélkül, hogy erre bárki kényszerítene bennünket. Na, az egyes embertől ezek a viselkedés mintázatok el tudnak válni, és egy ilyen csoport tulajdonságá válnak. És ugye nagyon sok társadalmi kulturális kód van, amit meg lehet érteni. Egy példát mondanék, csak nagyon egyszerű példa, méghozzá ráadásul nagyon közeli kulturális viszonyok között. Ugye én az egyetemen dolgozom, meg ott is dolgoztam, egyszer átjött hozzánk egy állatorvos, aki Erdélyben, Kolozsváron végezte az egyetemet, magyar is beszél, nagyon jó volt minden. Nálunk van egy tipikus játék, az ember bemegy reggel a munkahelyére, és akkor mondják a kollégák, ma is mondták reggel, hogy milyen jól nézel ki. Ugye erre tréfásan azt szoktuk játszani, mondani, hogy persze, most hánytam. És akkor ugye ezzel ez egy nagyon jót röhög mindenki, és akkor ez így jól van. Na, bementem az intézetbe, ott volt ez a srác is, másik kolléganő mondta, milyen jól nézel, valami előadással mentem akkor éppen a Sotéra, milyen jól nézel ki, igen, mondtam, most hánytam, röhögtünk egy jót, és én elmentem. Délután jövök vissza, jön velem szembe egy másik doktorandusz, aki nem volt ott reggel, és olyan aggódva megkérdezi, hogy jól vagy már? Miért ne lennék jól? Hát most mi? Hát mert mondta a Miklós, hogy hánytál. És ugye magyarul beszél, magyar közösség, magyar nyelv, de a mikrokultúra más, tehát ők ezt nem használták soha. Rengeteg ilyen szavakat is, nem tudom, hogy itt van-e olyan, aki például Erdélyből jött, biztos van, és akkor ő tudná talán mondani, hogy vannak szavak, amiket ott másképp mondanak, mint ugyanazt jelenti. Tehát én azt mondom, hogy kis ebéd, ő azt mondja, hogy kicsi ebéd. Én azt kérem, hogy rizst kérek ebédre, ő azt mondja, hogy rizset kérek ebédre. Megüti a fülemet, mert ugye megszoktam, hogy én nem úgy mondom. Ez nem, semmi jelentősége nincsen, mert lehet, se több, se kevesebb nem lesz egyikünk se, de a kultúrák között ennél jóval nagyobb különbségek is vannak. Az, hogy a férfiak a nőkhöz hogy viselkednek, voltunk terepgyakorlaton Grúziában még hallgatókoromban, ott a fiúk leülnek egy nagy asztalhoz, a nők meg a másikhoz. És nem lehet áthágni. Mi áthágtuk, mert ugye a csoportvezetőnk nő volt, és akkor nem lehetett a kis asztalhoz ültetni, de nagyon furcsán néztek a vendégek, akik jöttek, hogy hé, ez mi? Mit keres itt ez a nő az asztalnál? Tehát ugye ezek már nagyobb kulturális különbségek, ezek társadalmasan elmennek az emberek agyába. Aztán ezek néha bekerülnek a tudattalanba, és már nem is tudunk róla, hogy ilyenek vannak. Például ugye önéletrajzot kell írni manapság is mindenkinek, még mondjuk a jelenlévők többsége, hogyha volt önéletrajz, akkor biztos beleírta, hogy mit tudom én, 5-es korától 8-es koráig úttörő volt. A mai önéletrajzokból ez hiányzik. Én beleírtam az egyik önéletrajzomba, és visszakérdezett a fiatal előadó, hogy mi az, hogy úttörő. Hogy ő nem tudta, hogy az mi. Tehát ugye ezt például az emberek, tehát aki írja az önéletrajzot, kihagyja, mert elfelejtette. Ez lement a tudattalanba valahova. Benne van még a mi társadalmi tudattalanba. Tehát itt azt mondom, hogy most énekeljük el az úttörő indulót, valószínűleg mindenki szívesen velem énekelne, legalább a fele a társágnak biztosan tudná, hogy elhajszál az ének, szép az ének, stb. Ugye velem tudnák énekelni, ki nem tudja. Gyakorlatilag mindenki tudja, ugye? Tehát annak idején ezt ma a gyerekek nemhogy nem tudják, nem is hallották soha. De az unokáimnak fogalma nincs erről a nótáról. Pedig mi sokat énekelünk együtt. Tehát ezek nagyon tipikus emberi kulturális fejlődési mintázatok, ezek csak az emberre jellemzőek. Tehát az emberi magatartás szándékos, absztrakt, tudatos, emellett ugye gyakran használ általánosan ismert kódokat, alakítja is, korlátozza is a kultúra, és ugye erős szociális és társadalmi háttere van. Ebben nagyon különbözik az állati viselkedéstől. Ugye a kettő, az általános viselkedés, az emberi magatartás sokszor jól megfér egymással, egyszerre is tudjuk, vagy egymásra is tudjuk őket építeni. Az általános viselkedés néha elnyomhatja az emberi magatartást, ugye például akkor, amikor valaki betegnek érzi magát, és azból előnye származik, akkor viselkedik, és nem magatart, és néha az emberi magatartás felülírhatja az általános viselkedést, például ugye meggyógyul valaki a a placebo gyógyszertől, noha semmiféle hatóanyagot nem kapott, egészségre. Vagy pedig, ugye nagyon sok ilyen van, amikor valaki úgy érzi, hogy beteg, és közben sem baja nincsen. Köszönöm szépen a figyelmüket.